Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A 2000-es évek elején került a nyilvánosság elé egy kánonon kívüli úgynevezett apokrif mű, a Júdás Evangéliuma című egyébként Eretnek irat, amely ma már magyarul is olvasható. Ennek nyomán egyfajta Júdás kultusz alakult ki világszerte amely még egyes keresztény körökre is kiterjedt. A cím, Júdás evangéliuma azt sugallja, hogy maga ez a Júdás nevű tanítvány, aki Jézust elárulta, ő volna a szerző. No de ez nem így van, ez nem igaz. Mert a Júdás evangélium a Krisztus utáni harmadik, negyedik század körül készült, méghozzá kopt nyelven, és rendkívül ilyen töredékesen maradt csak ránk. Az irat saját magát így minősíti, ez most idézett szó szerint. Titkos beszámoló, amelyet Jézus nyilvánított ki az iskarióti júdással folytatott beszélgetése során. Eddig az idézet. Tehát így határozza meg magát a mű. Na most az egyházak tiltakoztak a szöveg megjelentetése ellen, mert úgy gondolták, hogy az megzavarja az emberek hitét, ami úgy is lett, be is következett, tényleg. Utóbb azonban állítólag maga a Vatikán vette fontolóra Júdás alakjának az újbóli megvizsgálását, netán rehabilitálását, vagy minden esetre, annak az újragondolását, hogy milyen szerepet is játszott valójában, tényleg, igazán, Júdás a megváltásnak az eseményében. Ám csak hamar elállt ettől az egyház. A Júdás evangélium úgynevezett gnosztikus irat alaptanításaiban és egészében eretnek. Na miért? Ezt nézzük meg röviden. Ami a gnosztikusok Istenképét illeti, hát ők két Istenről tudnak. Az egyik az anyagvilágot teremtő, úgynevezett Démi Urgosz, világteremtő, ez egy gonosz istenség, tekintve, hogy az anyag, az anyagiság a gnosztikusok véleménye szerint maga rossz, és minden rossznak az oka a Földön. <kül> Tehát van ez az Isten, és a másik istenség pedig a szellem, a lélek alkotója, a jó istenség, Jézus Krisztus atya. Tehát két Istennel számol. Agnoszticizmus. A, a Júdás Evangéliumban ö, mindezt az a Jézus nyilatkoztatja ki Júdásnak, akitől hát ez a dolog nagyon távol állt. Ugye tudjuk, a négy kánoni evangélium tanítása szerint minden ilyesfajta vélekedés két Istenről, meg rossz Istenről, hát ez távol állt tőle. Na, ennyit a gnózisnak az Isten képéről. A Júdás evangélium emberképe szerint pedig az ember kettő részből áll, testből és valahogyan hozzá kapcsolt lélekből. Ezzel gyökeresen szemben, a Biblia szerint a test és a lélek az nem két elkülönült és csak valahogy összekapcsolt része az embernek, hanem az ember maga, testnek és léleknek az elválaszthatatlan egysége, test és lélek nem elválasztható. A bibliai antropológiában, vagyis embertanban. A gnózis szerint az emberi lélekben él valamiféle isteni szikra, amelynek minden vágya, hogy kiszabaduljon a testből, az anyag börtönéből, és ez történik a halálban. Így tehát a gnoszticizmusban szó sem lehet testi, feltámadásról. Épp a test az, amit ugye el kell hagyni. A gnosztikusok szerint az egyház, a nagy egyház a négy evangéliumban súlyosan meghamisította Krisztus alakját, aki egészen másmilyen volt, mint ahogy az egyház hivatalos iratai a kanonizált iratok bemutatják. A Júdás evangéliumban Jézus Júdással beszélgetve megjövendöli, szinte elrendeli, de legalábbis erőteljesen rábeszéli Júdást, hogy őt árulja el. Árulja el. Ez Jézus kívánsága, hogy aztán elfogják, megöljék, és így a lelke visszajuthasson oda, ahonnét lejött, tudnék a mennybe. Ha ezt megteszed, jövendöli, néhány töredék szerint Jézus, sokan szidalmaznak majd, mármint ugye a keresztények, de végül nagy dicsőségben lesz részed, örök élethez jutsz. Vagyis e szerint, a Júdás evangélium szerint Júdás lenne az igazi hős. Ő lett volna az egyetlen, aki helyesen ismerte fel Jézus kilétét és célját. Végül csak mellékesen említem a következőt, hogy lássuk, hogy hát mennyire nincs olyan nap alatt, hogyha keresztény ellenességről van szó. A gnoszticizmus legtöbb ága elveti a házasságot és a szaporodást, mert úgymond a gyermek ő szerintük a gonosz anyagvilágnak a teremtés művének a meghosszabbítása bár nem ugyanaz, messze nem ugyanaz, mégis eszébe jut az embernek a mai bal liberális vélemény guruknak a gyermekellenessége, és annak az indoklása, hogy a gyerek, úgymond, az maga a környezet rombolás, mivel szindioxidot termel. Hát szóval nem kommentálnám. Látszik a kettő hasonlósága minden, egy, minden ellentétükkel szemben is. De térjünk vissza Júdáshoz. Mi az igazság Júdás körül? Jobban az egyház megszületésekor, az első pünkösd után a fiatal gyülekezetet égetően foglalkoztatta a Júdás kérdés, a Júdás probléma. A tanítványok ugyanis elemi módon nem értették, hogy ugyan miért alakult úgy Júdás sorsa, ahogy alakult. Nem értették, hogy lehetséges, hogy közülük valaki elárulta a mestert, hiszen ő is velük volt, Jézussal járt, mint egy három-három és fél évig. Együtt indultak nap mint nap a szolgálatba. Jódás Jézus mellett ült az étkezéseken, ezt látjuk, és olyan nagy tekintéretet szert a tanítványok között, hogy rábízták a pénztárat, a közösségnek a pénzét. És ez 12 meglett felnőtt férfi állandó élelmezését fedezte. Ez fedezte. Úgyhogy nem lehetett egy nagyon csekély összeg. Szóval ezt rábízták. Tehát akkor ezek után hogyan lehetséges ez, amit Júdás tett? És hogy lehetséges, hogy azután, a tette után Júdás öngyilkos lett? Hogy lehet ez? Szóval mindez ijesztő volt. Ijesztő volt a felismerés, hogy ímetessék, még akár az üdvözítő legközvetlenebb, legszorosabb jelenlétében is el lehet veszni. Hiszen ez történt. Szóval ilyesmi gondolatok járhattak a tanítványok fejében, de azt, az egyet, azt jól tudták, hogy mindezekre a kérdéseikre a választ nem meríthetik a saját kútfejükből, nem, hanem csak Istentől kaphatják meg. Hát ez aztán úgy történt, hogy kutatták az írásokat, és tanulmányozták a Bibliát. Értelemszerűen a az Ószövetséget, még végül Péter megtalálta a megoldást. Ugye ki más? Péter találta meg a megoldást. Méghozzá két zsoltárban, Isten szavából két zsoltárban. Olvasom az apostolok cselekedetei első fejezet 15. versétől kezdve ezt a jelenetet. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek között, mint egy 120 emberből álló sokasság volt együtt, és így szólt. Férfiak, testvérek, be kell teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendölt Dávid szája által Júdásról, azoknak vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott, és részes volt ebben a szolgálatban. Zárójel, ugye, hát ez pont, ez benne a döbbenet. Részes volt. Telket szerzett azonban a gonoszság bérén, azután meg fölakasztotta magát, kettérepett, és minden béle kiomlott. Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a telket az ő nyelvükön Hákeldamának, azaz vérmezőnek hívják. Megvan ugyanis írva a Zsoltárok könyvében, lakóhelyük váljék pusztaságá, és ne legyen benne lakos. Valamint előjárói tisztségét kapja meg más. Tehát itt találta meg a Péter a kérdéses ószövetségi szövegeket, a megoldást, és akkor ezek után most már nyugodtan Júdás helyére Választottak egy új embert, Mátyást. Nos, szóval, mi a helyzet Jódással? Mi az igazság körülötte? Jódással az Új Szövetség keveset beszél, alakja eléggé homályos, sok bizonytalanság veszi körül. És mégis én ma ezt a Jódás rejtét, ezt szeretném körüljárni, mert nagyon sokakat foglalkoztat és mert nagyon sok körülötte az iszonyatos tévedés. No, eközben sok feltételezésre is támaszkodnunk kell, aminek ugye nyilvánvaló az oka. Ahogy az evangéliumban tükröződik, Judás esete annyira sokkoló volt az első gyülekezet, az első keresztények számára, annyira tabunak, tabu témának számított, hogy nem szerettek róla beszélni. Ezért aztán az evangéliumok is nagyon keveset, épp csak a legszükségesebbeket tudatják velünk. Tehát sok feltételezéssel ö, dolgozunk, de ezek nem alaptalanok, és nem is légből kapottak. Hát haladjunk rendben. Mi az a kevés, amit az evangéliumokból Júdásról megtudunk? Kezdjük a nevével. Is, Karióti. Is, azt jelenti, hogy e férfi, az egy névmás, és Kariót településen lakik, ami Jeruzsálem közelében volt. A lényeg, hogy Júdás a déli ország részből származott, Judeából, egyetlenként, tehát kivételként, Jézus tanítványi körében, mert hisz a többiek, azok nagyrészt egyszerű, tanulatlan, tanulatlan, galileaiak voltak, mélyen lenézettek az úgynevezett igazi, vallásilag művelt déli zsidók körében. Így érthető, hogy Judás hamar nagy tekintére tetszert, úgy annyira, ahogy mondtam, hogy rábízták a közösség pénztárát. 2. Hogy kerül Júdás a tanítványok közé? Jézus rendesen maga választotta a tanítványait. Andrást, Simont, Pétert, Jakabot és Jánost, Mátét, Fülöpöt és Bertalant. Maga. De Júdás meghívásáról arról nem olvasunk. Feltételezhető az, hogy Jézus őt nem hívta, nem maga hívta tanítványnak. Hogy hogyan lett akkor mégis az, rámutat egy nagyon titokzatos jelenet a Máté Evangélium 8. fejezet 19 as versében, ami nagyon is lehetséges, hogy Júdásról szól, bár a neve nem hangzik el. Következő van. Egy névtelen írástudó követni akarja Jézust, aki azonban le akarja őt beszélni erről, mondván a rókáknak odójuk van, a madaraknak fészkük van, de az emberfiának nincs hol lehajtania a fejét. Ezt mondja, vagyis mit jelent ez? Vigyázz, te ember! Nálam nem lesz karriered. Nálam nem lesz hatalmad. Nos hát, valószínű, hogy Júdás volt ez a névtelen. Hát egyrészt, ugye ő az egyetlen írás tudó, a csapatban, már pedig itt direkt írás tudóról beszél Máté. Másrészt az evangéliumban ezután másról van szó, és nem tudjuk meg, hogy végül is mi lett ezzel az emberrel. De úgy látszik, Jézus valamilyen okból mégiscsak befogadta a közösségébe. De az egész elbeszélés erről a, az ismeretlenről olyan setes után végződik, hogy teljesen érthetetlen, hogy minek írták le egyáltalán, hogyha nem Júdásról szólt. Nincs értelme. Akinek a nevét azonban még kiejteni is borzongtak. 3. <kül> Mi késztette árulásra Júdást? Erre a János Evangélium hatodik fejezetében a kenyérszaporítás jelenetében kaphatunk valamiféle valószínű választ. Miután Jézus megszaporítja a kenyeret, a nép ugye királya akarja őt tenni, ő pedig erre távozik a körükből, nagy csalódást keltve egyébként a népnek a körében. Ekkor kerül sor az úgynevezett kenyérbeszédre, amelyen sokan megbotránkoznak. Olvasom ennek egyik részletét, 6. fejezet 64-es verstől. Jézus szava. De vannak közületek, egyesek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. Majd hozzátette: Ezért mondtam nektek: senki sem jöhet hozzám, ha csak nem, az Atya meg nem adja neki. Na ettől fogva tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. Jézus azért így szólt a tizenkettőhöz. Talán ti is el akartok menni? Simon Péter azt felelte. Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Jézus ezt felelte neki. Nem tizenkettőt választottam ki közületek? Egy közületek mégis sátán. Ö, ezt pedig teszi hozzá évtizedekkel később az evangélium írója, Júdásra, az iskarióti Simon fiára értette, mert ez árulója lett egy a tizenkettő közül. No tehát, Jézus már ekkor, sok idővel az utolsó vacsora előtt tudja, hogy Júdás lesz az árulója. Honnan tudja, és ha tudja, miért nem nevezi meg őt? Jézus számára világos, hogy egyedül Júdás lehetett az, aki feltüzelte a népet a kenyér követelésével, ezzel akarva kényszeríteni, egy itt a lényeg: kényszeríteni akarta Jézust, hogy használja a hatalmát, és legyen király. Ezt akarta, de ugye Jézus nemet mond. Jódás pedig emiatt ekkor dönthette el, hogy elárulja. Egyfajta a sakban használt kifejezéssel élve ilyen messze számított kombináció, amikor előre tudom az ellenség, meg a magam lépését, 10 húsz lépéssel előre, szóval messze számított kombináció szerint gondolkodott a Júdás. Minden áron rá akarta kényszeríteni Jézust, hogy de igenis csak éljen a hatalmával. Úgyhogy ő nem Jézus halálát akarta, kérem szépen. Egyáltalán nem. Eredetileg nem. Ér, érzékelte a benne működő isteni erőt, meg azt, szóval azt akarta, hogy éljen ezzel az erővel. Messiás király legyen, őzze ki a rómaiakat, Teremtsen békét, bőséget. Ezt akarta, de látta, hogy Jézus erre nem hajlandó. És továbbra sem hajlandó. És nem lehet őt, 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 tőle ezt kiprovokálni. Úgyhogy most ezzel az árulással próbálta mégis kényszeríteni Jézust, hogy éljen a hatalmával. Tehát, hogy ha majd el akarják fogni, akkor. Hiszen, gondolta Judás, az nem lehet, hogy hagyja magát elfogni és megölni. Hát ezt nem lehet. Mégiscsak erre lépnie kell valamit. Meg kell mutatni a hatalmát. Na hát nem így történt. Tudjuk. Júdás terve, a messze számított kombináció teljes kudarcot vallott. Miközben tudta, hogy ezért a halálért, Jézus haláláért, ő a felelős. Na, ezt nem bírta el, hanem ment és felkötötte magát, ő nem Jézus halálát akarta, és az lett belőle. Emellett szól az is, ami később a betániai vacsorán történt. A János Evangélium 12. fejezet 3. versében így olvasom. Mária pedig fogott egy font igazi drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölgette azt. A ház megtelt a kenet illatával. Erre tanítványai közül az egyik, az iskarióti júdás, aki árulója lett. Így szólt. Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és adták oda a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és nála lévén az erszény az adományokat ugye elsikkasztotta. No Jézus ekkor így szólt, hagyj békét neki, mert a temetésem napjára teszi ezt. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Tehát mit csinált itt Jódás? Eddig ugye eddig a Jánosi szöveg. Mit csinál itt Jódás? Kritizálja Jézust. Megpróbálja maga mellé állítani a tanítványokat, a tizenegyet. És Jézus pedig e, látja ezt, és mégsem leplezi le az árulót. Hát miért? Egyrészt, mert Júdásnak tényleg nagy tekintéje van a másik tizenegy között. Tényleg. Másrészt, és főleg azért nem leplezi le, mert még most is meg szeretné menteni. Felmerül a kérdés, hogy vajon megbánta-e Júdás a tettét. A történet azt mutatja, hogy nem, hanem önmagát sajnálta, nem a bűnét, hanem önmagát. Mert ha lett volna benne igazi megbánás, akkor megy és megvallja a védkét Jézusnak. Ilyen egyszerű, de nem ezt tette, hanem öngyilkos lett. Végezetül még egy tévedést kell eloszlatnunk. Sokan ma is úgy vélekednek, hogy ha Júdás nem árulja el Jézust, akkor a megváltás sem lett volna lehetséges. Hát ez nem más, kedves hallgatóim, mint annak a törekvésnek a visszacsempészése az evangéliumba, hogy Júdás mégiscsak pozitív szerepet játszott a megváltás történetében. De ez nem igaz, mert ha Júdás nem teszi meg ezt a gyalázatos lépést, az árulást, hát a vallási vezetők igen-igen könnyen találtak volna helyette valaki mást azokban a zavaros időkben. Kedves hallgatóim, Dér Katalin hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!